Tudtad, hogy van olyan YouTube-os, akit YouTube-os? A gyroszt ki nem szereti? Szerintem a gyrosz. Ha csak nincs kannibál gyrosz. Mi az élet értelme? Egyértelmű 42. Mit csinálnál, ha törölné a Mojang az összes resztonos itemet a játékból? Abba hagynám a játékot és a videózást, és elkezdeném élni az életemet. Melyik városban élsz? Nem, de nem messze melyiktől. Lesz olyan, hogy csirke viszi a bocit? Hát, tessék. Ha lenne 10 kekszem, hányat kérnél el tőlem? 11-et. És megfenyegetnélek, hogy ha nem adsz annyit, akkor erőszakkal veszek el 20-at. Hogy hívják a Grumpy Cat-ed? Grumpy Cat-em? Mondtam én olyat, hogy van Grumpy Cat-em? Nincs Grumpy Cat-em, de ha lenne, akkor rólad nevezném el. Viszont van egy varaskos disznóm. Melyik kalandpálya, darálós pálya tetszett a legjobban? Ideig a legjobban szerintem a horroros tetszett, ami egy-két részvel ezelőtt volt, de nem arra is adtam értem a legtöbb pontot, mármint az új rendszerben. Nem mindegy, szóval azt tetszett a legjobban. Ki a kedvenc videósod magadon kívül? Kapásban mondtam volna magamat, de sajnos kikötötte, hogy rajtam kívül, szóval így nehéz kérdés, de szerintem Just Widment választom. Nagyon tetszik a humora. Ha valaki küldene neked kalandpálya darálóba egy fantasztikus kalandok hármat, mit csinálnál a szobáddal? Hát hozzávágnám. Valamikor majd csinálsz egy Minecraft szervert? Nem, én most tervert fogok csinálni, az előző információs pultban ajánlotta valaki. Még nem tudom, hogyan kell csinálni, de össze fogom hozni. Megengedett, hogy a fülorgégész Batman meghal, akkor felhasználjuk meg Chickennek? Persze, azzal a feltétellel, hogy a szájsebész Batmanből sült krumpli lesz, a nőgyógyász Batmanből pedig kóla. Hány éves vagy, tesó? Szevasz, tesó! Milyen testvér vagy, hogy nem tudod, hány éves a testvéred? Ha ez egy kérdés lenne, mit válaszolnál rá? Azt, hogy az csak egyszeri alkalom volt, esküszöm. Ha egy hupikék törpikét folytogatok, milyen színe lesz? Hát egy embert folytogatunk, akkor kék lesz, akkor a hupikék törpike világosbarna. Benne lehet ez a kérdés a videóban? Nem. Egy kecskesajtból épült házat elfogadnál? Csak akkor, hogyha jár hozzá a kecskesajtból épült kerítés, garázs, kutyaház és kutya. Na jó, a kutya nem kell, hogy kecskesajtból legyen. Az erdisznósajtból. Mit tennél, ha Minecraft PvP szerveren mindenki csak téged akarna megölni? Mindenkit legyegőznék, mint az órás slime-ot. Óriás slime! Legyegőzve! Szeretnéd, hogy csináljak belőled oroszlán kenyeret? Pék fenyegetés, pipa. Ja, és a kérdés, ki a kedvenc szereplőd a Nevermore-ből? Nekem Rákos. Nekem Randy, ő a legviccesebb. Ha 1 meg 1 egyenlő mínusz 1, akkor 1 meg 1 meg 2 meg 3 mínusz 5 meg 14 mínusz 32 ször 4 meg 1 mínusz 3 plusz sok 9, akkor mennyi a végeredmény? Hát nem tudom, feladom, megmondhatod a megoldást. Hi, streamen mi a neved, mert TF2-nék veled. Hi, nem mondom meg. Tudtad, hogy van olyan YouTube-os, akit Cabusának hívnak? És tényleg? Lesz minigame daráló? Nem, de kérdés daráló igen. Ez a kérdés nyelvtanilag is helytelen, és nem gondol az ősemberekre. Mit tennél, ha bekövetkezne a zombi apokalipszis? Mint a legtöbb srác, aki lövöldözős játékokon edződött meg, tanulta meg kezelni a nehéz helyzeteket, tanult meg célozni, az első áldozatok között lennék. Mi a kedvenc játékmódod a TF2-ben? A kedvenc játékmódom a Quit. Csak sajnos nem bírja a gépem, akárhányszor próbálom elindítani, kilép a játék. Félsz a sötétben? Attól függ, hol van sötét. Tehát a szobámban van sötét, ott nem félek. De mondjuk egy szörnygyomrában a sötétben, ott félnék. Megmutatod magad a következő információs pultban. Igen, a következő információs pultban egy teljes alakos képet láthattok majd. Hat rád a Jedi erő? Te most beteszed ezt a kérdést a videóba. Ne, nem is létezik olyan, hogy Jedi erő, szóval... Hát ez nem jött be, nem fogom berakni ezt a kérdést. Várjunk csak! Kedves Csabusa, ha lenne egy atomübertáp sétapálcád... Atomübertáp sétapálca. Akkor te mit csinálnál vele? Legyegőzném vele a krakagyilát.
Mi lenne, ha kihalna a girosztál a földről? Rászoknék a giroszkópra. Van házi állatod? Tudsz angliaiul XDXXDXXXDXD. Egy keveset tudok, de látom, te magyarul nem tudsz. Milyen parancsal tudom kikapcsolni a mobok spannolását? Írd be, hogy nyugi mob, vagy menj oda és nyugtasd meg őket. Mondd nekik, hogy nyugodjanak meg, minden rendben van. Hirdetnél a csatornámat? Nem. Mit gondolsz a kisebb videósokról, hogy nem tudnak írni? Ha lenne egy virslid és egy kolbászod, akkor ha a virsli megenni a kolbászod, de te allergiás vagy a kolbászra, és úgy ennéd meg a virslit, mit tennél először? Felébrednék. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A repülőmalac? Mi volt eddig a legkínosabb az életedben, ha bekerül beszarok élőadásban? Talán az, amikor érettségén kihúztam magyarból az egyetlen tételt, amiből nem tudtam semmit, és a felvételről nem kérek linket. Milyen kérdést szeretnék kapni? Ó, hát, miért vagy ilyen okos? Miért vagy ilyen jóképű? Hogy lehetsz ekkora zseni? Hogyan tudsz ilyen zseniális rendszereket építeni? Miért neked vannak a világon a legjobb pályáid? Csabusa megosztotta ezt, de hol? A metrón? Emberek, megosztom a legújabb videóm! Ha-ho, emberek! Szerinted milyen lény jön neki ebből? Kecske plusz Csabusa plusz Bálna plusz félig tenger alatt járóban ülő patkányfecske. Hála profi laikus Photoshop tudásomnak, összeraktam a lényt. Mi van akkor, ha a géped monitorján mászna egy protein madzag csiga, amit egy locsoló csővel síkosítottak? Úgy látom, valaki megtalálta az ihletonátort, hát akkor válaszolok én is így. Adnék neki egy gyér csalóka norvég együttélés fa levelet. A barátai, tanáraid mit szólnak hozzá, hogy videózok? Ami azt jelenti, fogalmuk sincs róla, hogy te videózol, szerintem nem is tudnak róla, hogy te a világon vagy, de ha gondolod, megkérdezem tőlük. Félsz a kérdésektől? Ha meghalnám, mit tennél? Hát, meghalnék. Vagy visszajönnek és téged kísértenélek. Komolyra fordítva a szót, már aláírtam egy papírt, melyben felajánlottam az immórendszeremet halálom esetén. Szóval valakiben tovább élnék az immórendszerem által. Ez miért nem kerül be a videóba? Mert nagyon béna kérni, és ennél kreatívabbnak kell lenned. Kitaláltam egy új, hát mondjuk szokásnak, tehát kitaláltam egy új szokást ezekre a videókra. Minden ilyen kérdéskupacból kiválasztom azt, amelyik nekem a legjobban tetszik, és majd az lesz a nap kérdése. És az lesz mindig a videó végén az utolsó. Tehát most következzék a nap kérdése. Honnan lehet letölteni a Csodalatos Kalandok című kalandpályát? Amint elkészült, te leszel az első, akinek szólok.